Balettművészként az a feladatom, hogy szavak nélkül meséljek el történeteket, a gyönyörű zene és a mozgás kifejező erejével. Feladatom az, hogy mélyen hassak az emberek érzelmeire. És művészként megvan az a kiváltságom, miután itt vagyok a színpadon, hogy az érzelmek legszélesebb káját éljem át. Mint például itt a haldokló hattyúban magát a haldoklást és a meghalást. De más darabban eltáncolhatom a boldog szerelmest. Lehetek hűtlen szerető, angyali jóság, vagy démoni asszony. Tehát büntetlenül átélhetek bármilyen karaktert. Még a mindennapi életben nem engedhetek olyan szabad folyást az érzelmeimnek, hogy megbántsak másokat vagy magamat. Tehát az életben nagyon is fontos a racionalitás. Még a színpadon akadály. Ahhoz, hogy a színpadon teljesen szabadon tudjam az érzelmeimet átadni, korlátlanul hagyom magam táncoltatni a zene által. A korlátlan szabadságot viszont az adja, hogy órákon keresztül ismétlem a táncmozdulatokat a balettteremben. Egészen addig, amíg tökéletessé nem válnak, és automatikussá válik. Nagyon szoros napi beosztásban élek. Minden percemet tudatosan osztom be. Pontosan azért, hogy amikor a színpadra kerülök, akkor az öntudatlanomból korlátlanul jöhessen az inspiráció. Én itt nőttem fel a színfalak között, hiszen 10 éves korom óta táncolok. És itt a Spitzem hegyén éreztem magam először biztonságban. Hiszen tudtam, hogy itt nem függök senkitől és semmitől, csak a saját magam erejétől. És attól, hogy az elmémet, az idegrendszeremet hogyan tudom harmóniába hozni egymással. Itt a színpadon létezik valamiféle biztonság. Hiszen amikor vége van az előadásnak, lemegy a függöny, kimegyek az öltözőbe, leveszem a jelmezemet, és azáltal kibújok a karakterből is. És ismét én leszek, Tunyogi Henriett. Tehát ez a valamifajta biztonság, lelki bátorság, ami a színpadon van, át akartam élni az életben is. Kíváncsi voltam arra, hogy ki az a valaki, aki nem a színpadon van. Hiszen a karaktereket nagyon jól ismerem. De ki vagyok én? Érdekelt, hogy mi motiválja gondolataimat, cselekedeteimet. Miért szeretek valakit? Miért nem szeretek valakit? Ezek és hasonló gondolatok vezettek el Indiába, ahol hónapokat utaztam egyedül a Himalájába, és 40 napos csendfogadalmat is tettem. Ez alatt a 40 napos csendfogadalom alatt 2 hetet töltöttem el egy jógi mesterrel, az erdőben, egy tűz mellett, több kilométer ez egy kis településtől. És egyszer csak ülök mellette, és meditálok, és látszólag csendben, de egyszer megszólalt, és azt mondta, hogy nem az az igazi csendfogadalom, hogy nem beszélsz, hanem az, amikor az elméd békében van saját magaddal. És erre emlékezzél, amikor visszamész a nyugati világba, muszáj lesz beszélned és kommunikálnod, akkor azt őrizd meg, amit innen el tudsz magaddal vinni, az, hogy békében vagy az elméddel. Minden tudott rólam egyébként, tudta hány éves vagyok, hogy balettáncos vagyok, milyen volt a gyerekkorom, anélkül, hogy egy szót is említettem volna neki magamról. Egyszer egyik este ülünk a tűz mellett, kinyúlt, és megfogta a parázsló faröngöt, és arrébb tette. Mint ez lett volna a világ legtermészetesebb dolga. Persze, meg se szólalhattam, mert csendfogadalmam volt, de nagyon meglepődtem. És még sok hasonló történet volt vele. Vannak olyan emberek, akik a racionalitás szerint döntenek. Én viszont intuitív vagyok. Erre csak egy példa. Szintén Indiában meditálok valahol, egyedül vagyok, nagyon későn végeztem. Már nem volt helyi buszjárat, hogy visszamenjek a szállásomra, ami 1 óra annyira volt tőlem. És egy olyan helyen, ahol még az indiai nőket sem engedik egyedül sétálni nappal. Na hát én nyugati nőként éjszaka egyedül elindultam. És gondoltam, hogy majd az élet ezt megoldja, ezt a helyzetet. És így is lett. Jó irányba mentem, megállt mellettem egy autó, kimondta a kis falu nevét, ahova készültem. Csak bólintottam egy nagyot, mintha nem beszélhettem, beültem a kocsiba és elvitt a szállásra. Persze minden ember úgy reagál a külső világra, amilyen a belső világa. Valaki itt fönt biztonságban érzi magát, valaki viszont bizonytalanul.
Nincs ebben semmi baj. Az élet arra van, hogy fejlődjünk és megismerjük magunkat, és ettől izgalmas. És a beszédemet egy kedvenc Murphy törvényével zárnám. Az pedig így szól. Mit mond az optimista ember? Azt mondja, hogy a világ mindenségben a Földön van a legjobb életforma. És mit mond a pessimista? Hogy ez igaz. Köszönöm szépen!